nagyon méltóság teljes látvány lesz. Hazám. Kedvesen ordít is nekünk, hogy megjött. Csak ne álljunk alá semmiféle fajta módon. Kicsit hajni fog, hogyha ránk ki a rakományát. Néha, mint hogyha valamiféle nagy hal lenne. Na. Oké. Okay. Catherine-nek izgalmas lesz a felébredése. Ő még totál ott maradt le, hogy még éppen menekülünk azzal a komppal. Really disconcerting popping in and out of existence like that. Where are we now? Delta. At least that's what you said before the crash. Oh, right. Of course, is this a Zeppelin? Appropriately named. You think it can get us to Theta? It's a cargo transport. They use them for moving materials between the sites, anything that's too big for the shuttles. I'm sure it can carry us. Mm-hmm. Why won't it work? Come on. Oh, the tool chip is bust. Isn't that part of the Omni-tool? Look who's been paying attention. I had to deal with that back at Upsilon. Then you know how it works. We need to get a new tool chip and switch it. Care to point me in the direction of the closest tool chip storage? I think it would be easier to just take one from a robot. What? Just knock a robot over the head and steal their chips? The toolbox over there says it has a stun baton. You could use that. Come on. I don't want to hurt anyone. Isn't this a bit much? It's just a robot, Simon. We're just robots. Sort of. Na, helyzet az, hogy a Zeppelinnek a eszközcsipje meghibásodott, ezért nem akar elindulni. Így hát... Így hát fogjuk ezt a sokkoló pisztolyt, és van kétféle fajta lehetőségünk, hogy kitől tudunk csippet szerezni. Vagy ettől a kis fickótól, akit én nem akarok nagyon-nagyon bántani. Vagy pedig attól a nagy fickótól, akinek két tudat van feltöltve a fejébe. Hát... Careful, Brand. Nice and easy. Hát... A kis fickót nem szeretném bántani, szóval ne haragudj, öregem. De ezt meg kell tennünk. Igen, ez sajnos egy... Én is szeretem, hogy ezt kell csinálnunk vele, de hát... Hála Istennek, ennyi volt az egész. Nos, a kis fickó jogosan fél tőlünk, hogyha próbálunk közel menni hozzá. Sajnos nem könnyű ezt megcsinálni, de... Inkább csak addig azt a csipet, aztán menjünk. Sajnálom, öregem, ne haragudj. Bocsi, ne haragudj, tese. Már megyünk is el innen. Pont az ilyen dolgok miatt érzem magam, ez egy szörnyű embernek olykor. Már nem is követ minket a kis fickó. Na, Catherine, megvan. Yeah. We'd be stuck here. Uh-huh. Could you do it? Kill a robot like that? I get attached to them too. I'm not a monster. But in this case, it had to be done. Not for you. Talking. I mean, it was delusional, but he seemed sincere. Present. Yeah, well, I'm sure it's fine. Was he really that different from us? It's just beginning to sink in. I mean, really sink in. I'm a robot. Didn't we cover this already? Yes, I've known ever since I woke up at Upsilon. It just keeps suppressing it. Like my brain doesn't want me to think about it. It's really getting hard not to think about it. Yeah. Could you maybe hit that switch over there so we could get moving? Oh, yeah, sure. Ja, hogyha eddig nem esett volna le senkinek semmi, valójában tényleg nem emberek vagyunk.
gomb. Igen, nyomjuk meg. Mehetünk. Na, Catherine, tűnjünk innen. Megyünk tétába. Az is egy kedves aranyos hely. Hát sajnálom, hogy ezt a robotot bántanunk kellett emiatt a rohadt chip miatt. Ami miatt nem tudtunk volna tovább menni. Na, Catherine, mondj valami megnyugtatót nekem, kérlek. Nem? Oké. Okay. Hadd nézzem csak ezeket a monitorokat addig. You're really good back there, Simon. We got a slight delta detour, but we're back on track. Yeah. We should touch down on a cargo platform just outside Theta. Then we just head inside, grab the dump back, and head down the abyss. 4,000 meters. That's a long way. You don't have to worry, though, because with the Dunbat, the Ark could have been in the Mariana Trench. It'll hold for anything. That's great. And then we can start listening to other people when they talk, because that's how conversations work. What? Oh, sorry. I just can't stop thinking about what we've become. It's clear that we're no longer human. But then how can I feel like Simon? How can I feel like anything at all? I mean, technically, I don't have any ears, no mouth. Christ, that's a weird thing to think about. I mean, I'm making sounds. I'm still saying things. You sure are. Okay. Your new body most likely has senses similar to those you had as a human. And your mind, only knowing one way to perceive the world, superimposes that skill set on top of your new features. So my mind is covering it up, pretending nothing's different. If it didn't, you'd probably be incapable of interacting with the world at all. And the stress would either kill you or make you go insane. So I've found a good balance between awareness and ignorance. Does that mean I shouldn't think about this stuff, or are my thoughts actually making me cope? Could I tip the balance by suddenly gaining some insight and go insane? I wouldn't worry about it. I mean, we have real things to deal with. Saving mankind, remember? Speaking of which, we're closing in on Theta. I'll eject the Omnitool. As always, don't forget to take me with you. Kath, before you go, the artificial intelligence you mentioned in the escape vessel? Yeah, the Warden unit, the WoW. Is it the WoW's fault that we're like this? I mean, it seems like something an unreliable AI would do. I suppose it set the ball in motion, but it's not directed with purpose. It's really complicated to explain how machines think, Simon. Concentrate on getting inside Theta, okay? See you soon. Ezeken a pontokon a játék mindig piszkosokat tölt. Na! Gyere, Catherine! Lassan megérkezünk Thétába, hogyha minden igaz. Ja. És ha jól emlékszem, itt egy csomó ponton hozzá tudunk férni. Nem régi emlékekhez, memóriához. Frosty, wake up Dr. Masters, we're bringing in anchors. What's wrong? What can I say? He's had a rough day. He's all butchered by structure shrapnel. The valve sure did a number on him. Brandon, flip the panic switch on the suit. I don't want to burn through the oxygen. You're kidding, right? He's fucking hanging on by a thread. We need to move him. Strasky, get the infirmary ready. We need to move fast. Wait, where are Komorabi and the others? This is all we got. I guess it's still a Delta. Yeah, I can't do this on my own. Grab the other side. Strask, ready or not, we're coming in. All right, see you soon. Na igen. Másik dolog az, hogy mikor Akers idejét, addigra a teste már teljesen meg volt változva a sok strukturális géltől. És pánikolva a húspicsában is vagyunk, a Thétának a csapata azonnal bevitte őt az orvosi osztályra. És sajnos teljesen megfeledkeztek arról, hogy a
többiekkel mi van, akik ott maradtak Deltán. És amikor éjközben vitték Tétába, hát hamarosan meg fogjátok látni, mi történt ott. Akers ugyebár megváltozott, és hát elkezdte szépen terjeszteni a WoW-nak a csodáját. Nos, kötve hiszem, hogy ez ki fog nyílni. Sajnos már az a kis robot sem fog nekünk segíteni, mivel látta, hogy mit műveltünk az egyik nagyobb társával. Önző célunk miatt. Oké, talán nincs is semmi érdekes itt a közelben, amit meg lehetne néznem. Viszont, hogyha itt is körbenézek még, akkor tudja, hogy találok memória foszlányokat. Ugye az volt az első, ott a következő. Illetve talán erre is van. Kivilágított részeken? Nem biztos, de... nem, sajnos nem biztos. Mindent megnézek, hogy a leges legteljesebb élményt kapjátok mindenből. Lől. Catherine hangja. Who is this? Catherine? I'm busy working. Oh, I just wanted to say thank you for what you did. Don't worry about it, but you should stand up for yourself. I mean, Strohmeyer doesn't have that kind of authority. You could just tell him to go fuck himself. Oh, I just don't. I'm not that kind of a person. You can't expect people to fight for you all the time. You're a brilliant person, Cath. You're so smart it makes my head spin, but sometimes you just disappear into yourself. Suddenly it's like talking to a fucking five-year-old. It's just hard. I can't just be more like that. Everyone would know I'm pretending. It's not too late to win people over. Strasky likes you. I like you. Reed likes you. Strasky likes everybody. Yeah, that's true. Wait, you think Reed likes me? Catherine, a lot of people like you. You just need to open up a little. Be more approachable. Can I get back to work now? I'd rather not be reprimanded twice in one day. Okay. See you back inside. Over and out. Ott a következő. This thing on? Can everyone hear me? Go ahead, Strom. Listen up, all members of staff. The Ark Project has caused a lot of arguments the last few months. I'm not gonna pretend I understand what the hell Sarang talked about and how his continuity suddenly made sense to kill yourself. For the fucking love of God, or whatever you think is important, don't kill yourself. This place is miserable enough. Don't force your friends to clean up your blood. Rest in peace, Wallery. Good? Beautiful, sir. All right, everyone. Show's over. Get back to work. Igen, akik... Ha? Hello? Who is that? Mark? No, we haven't met before. Is this the Ark? I think we're safe. Oh, I was so worried something had gone wrong. What's your name? Robin Bass. Theta Field Service Technician. Nice to meet you, Robin. How did you get here? I got scanned, like the others. And then I killed myself. At least I think so. I can't remember that part. How does that work? Did dying get you into the Ark? Wow, you're definitely not from Theta. Let me guess, Omicron? Wasn't sure Catherine would be able to scan you guys. You're lucky. There was a lot of talk about this at Theta. The idea is, when you're activated in the Ark, there's basically two of you, right? One human, one living skin in the Ark. You don't want your copy to survive you. You yourself want to survive on the Ark. If the human you dies before the scan is initiated, or closely after, you yourself would live on in the Ark. Amazing, right? Igen. Na, egy másik dolog. Tehát, amikor Catherine beszkennelte a
a bázis legénységét. Sokan azt gondolták, hogy ha a beszkennelés után azonnal megölik magukat, akkor a tudatuk, amit beszkennelt, azonnal a bárkán fog tovább élni. Szóval az emberek nem akarták azt, hogy az igazi emberi énjük túlélje azt a létet, azt a tudatot, amit már felmásoltak a bárkára. Tehát nem akarták, hogy kettő legyen belőlük, mondhatni egy helyen. Tehát sokak elkezdték öngyilkosok lenni, miután a szkennelések megtörténnek. Van, aki úgy gondolta, hogy ez így jó lesz, van, aki pedig azért, mert... Valaki pedig csak azért, mert hosszú napokig, hetekig fejfájásai voltak a beszkennelés után. Did Catherine put you up to this? Killing yourself? Catherine Chun? No. I don't think you understand. She just did scans and put them into the Ark. I hope I get to meet her soon so I can apologize. She always got into trouble with Strawmire when someone killed themselves. I think she's okay with it. Where is everyone? I thought there would be like 40 or 50 people here. I don't know. I'll let you know if I see anyone. Most ahogy látom, tehetnénk egy szívességet neki, hogyha kihúzzuk őt a WoW rendszerből, amilyen látja őt árammal. I'm not sure how to say this. What? This is... Yeah? Pretty amazing, right? I mean, the Ark. Yeah, it's great. Catherine and the guys have really pulled through. They saved us all. És... Ennek a kisasszonynak a tudata, Robin úgy gondolja, hogy a bárkán van jelen pillanatban. Pedig, ha tudná... See you later. Meg, bocsánat. I'll be going now. Let me know if you find anyone else. You good? I think so. I feel fine. És kacok, nem tudom, hogy... itt hagyjam-e, vagy kihúzza-e őt ebből a szörnyűséges állapotból. Mark. Tudom nagyon jó, hogy nincs jogom ezt eldönteni, de... mégis mit tervezett, meddig akar ide lent lenni? Hát tudom, hogy nem tetszett nektek ez a döntésem, de higgyétek el, amikor a játék ilyen szituációba kényszerít minket, még én magam is igazi seggfejnek érzem magam. Oké, menjünk innen. I can figure this out. Oké. Csak. Csodás. Hajrá. Ó, te rohadék. Nem hagyhattam itt szegényt. Ki tudja, hogy meddig lenne itt kétséget között. Bazi nagy ajtók. Na befelé.
a játék betölti a következő pályarészt. Welcome to Theta. Enjoy your stay. And the FPS lag. Hello? Anyone there? None igazán. Well, Catherine, we found Theta. Ez anyám. Ha jól tudom, először ide kéne bejönnünk. Na, dur bele. Oké, még egyszer. Hopp! Ha minden igaz, lesz itt egy munkapad, ahová berakhatjuk Catherine-t, és itt is van. We're here. Okay, great. Time to hijack ourselves a submarine. There will be nothing stopping us when we have done that. You guys sure have a lot of machines and vehicles down here. What makes this one so special? It's the only transport that can go into the abyss without cracking like a can of soup. If this is one of a kind, then how did they get the Ark down the abyss in the first place? That's a good question. I suppose they did it the hard way and just walked. Didn't realize that was an option. Kath, what's it like inside the Ark? Is it like a movie or virtual reality? No, of course not. It's, you know, like real life, but slightly better. Pleasant temperature, clean air, good weather. So people in the Ark just walk around pretending it's the real world? You don't have to pretend. It's perfectly immersive. And it can just sustain itself? Yes. Attached to a probe, fueled by solar panels, it could survive for thousands of years. That's amazing. Just thinking about the Earth being what it is, and us setting out to save the final remains of humanity, it's... heroic? At least it feels worth doing. Here we go. The Dunbat! Haha! Damn it. I knew it was too good to be true. What's wrong? It's quarantined. Nem csoda. Hold on. Tele van a belső mindenféle wow szarral. We need a security cipher. How bad is it? It's we don't write these things down type of bad. Maybe someone's still around who can tell us what it is. Sure. Let's go with that. I'll just unlock the other doors for you so you can explore the station. Jó van, hát a Dunbartnek a belsőjét láthatjuk innen, és amint látjátok, ez is tele van ilyen strukturális benövéssel. We need to find someone who knows the cipher. It's the only way to fire up the Dunbart. Valamint egy biztonsági rendszer lezárta a Dunbartet, tehát nem tudjuk ebből a karantén állapotból elengedni. Hogyha jól megnézitek, pont ránézek most. A Dunbart egy olyan víz alatti jármű, amely képes a óceán fenekén lévő nagy nyomást is elviselni, szóval hogyha azt be tudnánk indítani és el tudnánk vele indulni, akkor sokkal, de sokkal gördülékenyebb útunk lenne a bárkához. Nézzük csak, ez a számítógép mit mond el nekünk. Site status. Theta. Minden rendszer működőképes. Minden nagyon király, nagyon jó. Térkép. Minusz egyedik. Minusz kettedik. Looks like all your friends moved downstairs. Why abandon the gate? In the habitat? That's so strange. I don't like this at all. Az előző fejezetben olvastunk fekete dobozokról, olyan implantátumokról, amiket a bázisnak a személyzete magába tudott rakni, gerincoszlopteré. Így azok folyamatos adatokat küldtek a WoW-nak, hogy éppen a bázis lakók hogy érzik magukat, és mi lenne a legjobb nekik, teszem azt a bázis hőmérséklet beállítása szempontjából. Ezek a jelek, amiket itt látunk a mínusz egyedik és a mínusz kettedik szinten, mind őket jelzik, tehát valamiért a fő szintet totál elhagyták, és a legeslegalsóbb szintekre mentek. Nézzük csak. Itt van egy lista a személyzetről. Van, akik eltűntek, van, akik meghaltak, bla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 bl
Nézzük csak, külön tudjuk még a világítást is elindítani. Viszont, hogyha megbocsátok nekem, egy pár pillanat türelmet kérnék, elmegyek egy kis szünetre, aztán utána folytatjuk a végijátszást. Egy pár pillanat türelmeteket kérem.